A digitalizáció a modern, élményszerű tanulás világába kalauzolt a nyílt napján az Alba Innovára fiatalokat és kísérőiket szombaton. A program célja volt, hogy a látogatókat megismertessék az élményszerű tanulással, hogy bepillantást nyerhessenek a digitális világ csodáiba. A találkozón lehetőség nyílt robotokat programozni különböző érdekes feladatokra. Az érdeklődők megtapasztalhatták, milyen egyszerűen lehet különféle tárgyakat tervezni, alkotni és kinyomtatni 3D nyomtatóval, illetve szabaduló szoba is várta a kódfejtő és kódtörő játékok kedvelőit. Az Alba Innovári már hagyományosan minden hónapban egy szombati napon szervezi a nyílt napokat, ahol nem csak a székesfehérvári lakosok, hanem bárki részt vehet, tulajdonképpen 10 éves kortól a felső korhatár nem is határoztuk meg, tehát szülőket, családokat, nagyszülőket várunk. Általában a szabadulószoba az, ami nagyon népszerű, tehát ezt minden ilyen nyílt napon meghirdetjük, illetve a gyerekek körében a 3D nyomtatás, tervezés és nyomtatás, ami egy nagyon kedvelt foglalkozás. Záró találkozójához érkezett, akiket örökké hazavárnak kültéri séta, amelyet a Doni Hősök tiszteletére hívott életre Pákozdon a Nemzeti Emlékhelyen a Katonai Emlékpark vezetése. A programsorozat keretében a látogatók értő tájékoztatást kaphattak a II. Világháborúban elhunyt katonáink harcairól, a nemzeti sorstragédiánkhoz vezető történésekről. 1943. januárjában a Vörös Hadsereg jelentős számbeli és technikai túlerőben lévő egységei elsöprő erejű támadást indítottak a II. Magyar Hadsereg létszámban és felszerelésben is sokkal gyengébb alakulatai ellen. Ezzel vette kezdetét a II. Magyar Hadsereg pusztulásával végződő véres ütközet, ami a Donkanyari tragédiaként él a magyar emlékezetben. Eléggé válogatott volt az a látogatói közönség, aki érkezett hozzánk. Valaki, jobban mondva a többség, előre regisztráltan erre a programra érkezett, és szerette volna megismerni a Donkanyarban 80 évvel ezelőtt történt 1943-as januári eseményeket, illetve nem csak az érdeklődés, a megemlékezés is fontos szerepet játszott itt a látogatóknál. Többen elvesztették édesapjukat, vagy a frontról visszatérve édesapjuk nem mert mesélni ezekről az élményeikről, és ezt itt most felelevenítették ennek a sétának a keretében. Rendhagyó kulturális programnak lehettek tanúi, akik ellátogattak a Dalmárium Estre a Kossuth utcába, a zenébeszőt mesék és a mesébeszőt zenék birodalmába. Az üzlet ugyanis nem csak glutén és laktózmentes élelmiszereket, illetve vegán ételeket kínál, de kulturális programokkal is igyekszik megszólítani vendégeit. Ezen az estén a tulajdonos Kalmár Szilvia, pszichológus, meseterapeuta méreható gondolatai mellett Radics Éva, városunk énekművésze és Csóka Péter kiváló gitáros előadását is meghallgathatták az érdeklődők. Egyre többen vannak olyan is, egészségtudatos táplálkozók, akik odafigyelnek arra, hogy milyen összetételű ételeket, milyen minőségben vásárolnak vagy készítenek belőle, mert itt alapanyagok is megtalálhatók, és az egész, az összetételei ezeknek, akár a lisztkeverékeknek olyan, ami a lehető legegészségesebb, tehát lassú, felszívódású szénhidrátokról van szó, és nem mellesleg finomak is. Tánccal, ügyességi és gyorsasági feladatokkal, osztályvetélkedővel zárult a Diákok Hete a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. A tanulók erre a hétre nem a megszokott házi feladatokat kapták, egy koreográfiát kellett ugyanis bemutatniuk társaik és a zsűri előtt. A jó hangulatú esten 4 osztály versengett a legjobbnak járó díjért. A 12. B osztály egyik diákja mesélt híradónknak a jó hangulatú ciszterhétről. Mindenki máshogy éli meg, de szerintem az, ami mindenkinek közös élmény, hogy nagyon erősíti a ciszter öntudatunkat, és az, hogy a sok tanulás mellett van egy kis kikapcsolódás, amikor a diákoknak még az iskolában is lehet adódik lehetőség szórakozni.